Noha a Fuchs ma már nem olyan népszerű, mint régen, a faluban szinte mindenki ismeri a játékot, és sokan külön készültek is a versenyre. Most is, így héttel ezelőtt próbálgattuk, az idő 10 óra volt, a egyidő 10 óra, akkor szedték a sátorfánkat és mentik haza. A Fuchs szabályairól Rúzsa László bírót faggattuk. A játék maga a hetesezésre hasonlít, ahol színre szín kell dobni, de fontos a kártyák számértéke is. Ha csak 30 van, mert az összesen 120 van. 60-60. Ha 60 van az egyik felén, 60 a másikon, akkor lukat írnak, tehát senkinek semmi. A következő fordulóba a luk is számít. Tehát a 30-as, a 60-as és az ettől több, a 60-tól több, akkor már az ellenfél nyer. A Fuchs bajnokságot a VMS helyi szervezete fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezte meg, amit a jövő szombaton ünnepelnek. A cél az, hogy a versennyel hagyományt teremtsenek a szervezők. Előre láttunk egy vándorsárleget, amit majd a győztes csapat hazavisz egy évig őrzés jövőre, vagy még az idén a tél folyamán visszahozza a második Fuchs bajnokságra. A rendezvényt többen is támogatták, a serlegeket és a díjakat a hagyományra való tekintettel a Csókai Művelődési és Oktatási Központ biztosította. Szép serlegeket és a díjakat mindenféleképp a Művelődési Oktatás Központ bevállalta, és szeretnénk, hogyha ez hagyományá is válna, nem csak az idei évben, hanem ezt követő években is. Az eseményen kiosztották a Rákóczi Szövetség beiskoláztatási csomagjait annak az 5 helyi kisgyermeknek, akik ősszel magyar tagozaton indulnak az első osztályba. A versenyen megjelent Horváth Noémi, a VMS női fórumának elnöke, és Kovács Elvira, a párt köztársasági parlamenti képviselője is, aki külön is köszöntötte a résztvevőket, a versenyt pedig Balázs Ferenc, Csóka polgármestere nyitotta meg.